Sziasztok fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit itt a gyönyörű szép hóesésben, ugye, verőfényes napsütésben. Na hát, eltelt a karácsonyunk, remélem, hogy mindenki a szeretteivel is olyanok társaságába tudta eltölteni az ünnepeket, akikkel szívesen volt együtt. Jön a szilveszteri bulizás, rácok, aki tudja és teheti, az menjen, alkohollal, mértékkel, mindenki a saját kaliberének megfelelően. Vigyázzatok magatokra, ittosan, tényleg srácok, ne vezessen senki, legyen mindenkinek egy sofőre. Ilyenkor jól jönnek a nők, ugye? Srácok, tényleg a jogosítvány ma már egy olyan drága luxus eszköz, amit ha elvesztesz, nehezen szerzel vissza. Na, mindenki vigyázzon magára. Srácok, a mai nap egy a macskámmal fog foglalkozni. Ezt a videót ugye a karácsony másnapjára ígértem, de mivel hogy társas játékot vásároltunk a gyerekeknek többek között, tehát feleségem úgy döntöttünk, hogy legalább így akkor lesznek ilyen közös esténk a gyerekekkel, és piszakul megérte srácok, mert azt lehet mondani, hogy megint felfedeztük magunkba a játékosságot, amit szerintem egy ember az élete végéig nem veszíthet el, tehát az csak egy tévhit, hogy a játék ugye a gyerekek privilégiuma, szerintem a játékosság az egy alapvető emberi tulajdonság. Na hát tényleg nagyon jókat kártyáztunk, általában én vesztettem társasjátékba is mindenbe. Kiderült, hogy annyira azért nem tudok koncentrálni, viszont piszok jól éreztem magam, srácok. Szerintem itt ennek ez a lényege. Na hát a fűrészekkel is piszok jó szeretném érezni magam, és ennek itt ez a lényege megint csak. Tehát magas ívbe le kell tojni, hogy mások mit gondolnak, meg mit mondanak, mert tulajdonképpen az számít, hogy mit élünk meg. Jön a tényleg a bulizás, a szilveszter. Nem az a lényeg, hogy minél nagyobb buliba legyél, hanem hogy mit élsz meg a buli alatt, tehát olyanokkal legyél, akikkel szívesen vagy együtt. Ha csak a szűk családi körbe, akkor inkább az, mint hogy olyanokkal töltsd el az időt, akik tulajdonképpen csak elszívják az energiádat, lehúznak, és negatív élményekkel fognak tehát elárasztani. Na hát, a mai nap legyen a láncfűrészeké még a főszerep, aztán ugye nekem van egy misszióm, amit a jövő év kezdetével végig akarok járni. Tehát ez nem lesz egy könnyű menet, egy gladiátor menetelés lesz, de úgy érzem, hogy képes vagyok rá, főleg a ti segítségetekkel, és tudom, hogy csatákat, és végén háborút fogunk nyerni. Na hát, nézzük a fűrészt, amiről ma szó lesz, ugyanis ez a Husqvarna 40-es láncfűrész, egy jó öreg ősrégi gép, ami nekem egy picit több, mint esetleg más embernek. Nézzük a gépet, és akkor beszélek egy picit róla.
Na hát akkor a Husqvarna 40-es, ugye innen is köszönöm Lucky Ricsi barátomnak, aki biztosította számomra ezt a pompás darabot. Na hát, ugye ez a fűrész egy picit nekem többet jelent, mint esetleg másoknak. Mi ezt a fűrészt annak idején édesanyám, édesapám rendelte meg, mert ugye nem úgy volt, hogy bementél és megvetted, hanem föl kellett rá iratkozni, és azt hiszem, hogy be is kellett valamennyit fizetni rá, majd mikor megjött, akkor ki kellett teljesen fizetni. Nem tudom már, hogy mennyi volt az ára, de nekünk drága volt, azt tudom. Tehát nekünk drága volt, ez volt a maximum, amit megengedhetünk magunknak, és szükség volt a gépre, mert apám az vállalt ilyen, hogy a Mohácsi Faros lemezgyárba dolgoztak, a Mohácsi Faros lemezgyár az fölvásárolta, tehát lehetett bedolgozni ilyen olyan fákat, amiket ő átvett, a területet is biztosították, annyi, hogy ki kellett vágni, össze kellett bizonyos méretre darabolni a fát, majd jött a teherautó és elvitte. Tehát lehetett így egy kis plusz pénzt keresni a MOFA által, és apám vállalt ilyet, és eleinte mindig a cégtől tudott hozni gépet hozzá, aztán, vagy többen is vállaltak ilyet, akkor már az jutott inkább hozzá a géphez, aki úgy benfentesebb volt, vagy mit tudom én, tehát kellett egy saját gép, és akkor meg lett rendelve egy ilyen. A szomorú az egész az, hogy mire a gép megjött, az édesapám addigra meghalt, mi a 89-ben kaptuk meg azt hiszem a gépet. 88 valamikor évvégén rendeltük, aztán nem jött meg. Aztán mire megjött már addigra, mondhatnám azt is, hogy már okafogyott volt, viszont a munka el volt vállalva, tehát ez nem úgy volt, hogy ha volt fád, leadtad, vagy valami, hanem be kellett vállalni. Egy területet azt meg kellett csinálni. Na és akkor egy ilyen fűrészsel, ugye ami apámnak jött, annak idején anyámmal megcsináltuk azt a munkát, mert tudjátok meg srácok, hogy rémálom volt, akkor fogadtam meg, hogy a büdös életben láncfűrészt a kezemben nem fogok, tehát minden egyes fadöntéskor féltem tőle. Nem voltak olyan komoly fák, ezek nyárfák voltak, viszont nem voltak vastagok. Tehát ki kellett pucolni azt a részt, tökéletesen 9 kamionnyi fa jött ki belőle, azt mi megcsináltuk. Utána abból a pénzből jó darabig el voltunk, tehát muszáj volt, úgyhogy megcsináltuk anyámmal, nagyon kemény volt, srácok, ezt nem kívánom senkinek se. Na, hát úgy fiatal gyerek fejjel azt lehet mondani, tehát fiatal felnőtt fejjel, hát mondhatom úgy is, mert 17-8 éves óta, na. Ja, úgy valahogy. Aztán hát tök mindegy hány éves vagy, hogyha nincsen rutinod, nincs tapasztalatod, akkor ne erdőírtással kezdjél. Tehát akkor nyilvánvaló, hogy vannak sokkal egyszerűbb feladatok, amivel tudsz kezdeni, hát én belenyúltam mindjárt a sűrűjébe, lehet azt mondani ezzel. A lényeg az, hogy utána akkor ezt a gépet én megörököltem, hozzám került, és használgattam néha, de igazából nem sűrűn volt rá szükségem, volt, hogy egy egész évet állt, majd eljött az az idő, mikor szegény nem nagyon akart már elindulni. Tudni kell, hogy ezeknek a konstrukciója olyan, hogy van egy szimmering ház, ami azt hiszem, hogy a csapágya szimmeringet magába foglalja, és az a ház szokott tönkre menni, ami jelen pillanatban, én azt hiszem, ilyen utána gyártottban se túl olcsóan 12-15 ezer forint környéké van, de abban az időben is annyiba került, abban az időben azért megfizethetetlen. Tehát ez egy megfizethetetlen alkatrész volt, és ez is soha nem került javításra a gép, és egyik ilyen kóbortos pillanatomban, lomtalanításkor kilaktam a ház elé, és ugye a lomizó pikpak elvitték. Egy óra múlva, hogy átgondoltam, és kimentem érte, hogy hát, ha megvan még, de már nem volt meg. Úgyhogy behoztam volna, de nem, már nem volt meg. Úgyhogy ez így járt nálam a szegény Husqvarna 40-es. Tudtommal eleint először ezeket narancssárga tetővel adták ki, nem olyan túl sokáig. Nem igazán tudom, meddig volt úgy forgalomba. Úgyhogy utána néztem, hogy 88-ban, ugye mi 89-ben vettük meg a milyenkét, 88-ban adták ki az elsőt, gondolom az lehetett akkor a narancs tetővel, és 95-ig forgalomba volt. Ez a gép, ez egy olyan gép volt, szerintem a Husqvarna nagyon eltalálta azt a szegmenst, amire az átlagos felhasználóknak szüksége volt. Én azt hiszem, hogy a Stihlnek erre jó ideig, talán 5 évig
abszolút semmilyen válasza erre a gépre nem volt. 5 év után jött ki a 023-as, addig azt lehet mondani, hogy ez a 40 köbcentinek az egyeduralkodójának számíthatott ez a gép, leszámítva itt a többi márkát, akinek esetleg volt 40 köbcentis műanyagházas gépe. Ugye a Stihlnek, ha jól emlékszem, ebbe az időben inkább a 024 volt az ilyen 40 köbcentis, de fémházas az már professzionális felhasználásra, és árban is annak megfelelő, tehát magasabb áron lényegesen. Tehát ebben a szegmensben én azt mondom, hogy a Husqvarna ezzel a 40-esse óriási nagyot húzott. Szerintem ez piszok nagy példányszámba adták el világszerte, nem csak világszerte, de Magyarországon is ez rendkívül nagy népszerűségnek örvendett, mert mondom, az árfekvés az olyan volt, hogy egy átlagos család megengedhette magának, ha nehezen is, de viszont megengedhette. Na hát, ehhez a 40 köbcentihez egyébként abban az időben 2,5 lovat adtak, amit szerintem mostanában nem nagyon adnak hozzá a Husqvarnánál a 40 köbcentis gépeihez valamiért. Ehhez még annyit adtak, és azt tudom, hogy egy halk gép 100 decibel, tehát 100 decibel az zajkibocsátása, az egy rendkívül. Tehát én a láncfűrészek között úgy mondom, tehát rendkívül, tehát nem úgy, hogy a, mit tudom én, a cinegemadárhoz képest, a láncfűrészekhez képest szerintem az egy halk gép. Amit tudni kell még a gépről, hogy ebbe az időben szerintem a Stihlnek nagyon még az ilyen, sőt, hát a 023-asnak se, ami konkurenciába kijött, tehát még rugós rezgéscsillapítása a kanyarba se volt, tehát egyetlen Stihlbe se, ott még csak a gumivakokat ismerték, amikor a Husqvarna rájött arra, hogy olyan gépet kell gyártani az átlagos embernek, ami tényleg nem csak, hogy könnyen kezelhető, de kényelmileg is tényleg az adott kornak megfelelő. Azt nyugodtan elmondhatom, hogy ez a gép a saját korán, tehát a saját korabeli gépein átnyúlik, mert ez nagyon sokáig még azt lehet mondani, hogy egy paramétereiben egy tökéletes gépnek mondható. Azt lehet mondani. Legalábbis az én szememben így utólag, ha így belegondolok, hogy ezt mikor legyártották ezt a gépet, és a Stihl vagy esetleg más kategória, mikor 5 év után jutott csak el arra szinte, hogy motorerőbe és felépítésbe egy konkurens gépet le tudjon tenni az asztalra, de még a rezgés csillapításban még ezt nem tudta. Utána néztem, csak ilyet tud a gép, hogy a hátsó kézre leadott, hogy ott adja le a gép a nagyobb rezgést, minden gép egyébként. 4,2 a hátsó kézre leadott rezgése, ez körülbelül olyan, mint a Stihl gépeknél talán a 10 év után, amit kiadtak gépeket. Tehát nyugodtan elmondhatom, a mai gépek se sokkal jobbak, sőt. Tehát ez a gép ez olyan szinte van a rezgés csillapításban. Amellett tényleg azt lehet mondani, egy jó teljesítményű masina, tehát otthoni felhasználásra, én azt mondom, ezt a szegmenst úgy kiszúrta, úgy kilőtte a Husqvarna, hogy szerintem ez egy teli találat gép volt. Nyugodtan elmondhatom, hogy ezek a gépek még a mai napig megállják a helyüket, ha más nem, utána gyártott alkatrészt kapsz hozzá. Lényegesen kevesebb buktató van a felújításában, mint egy 236-os Husqvarnának, én ezt nyugodtan el tudom mondani, és annak ellenére, hogy bovdenes gázzal rendelkezik, ugye a bovdenes gáz mindig egy kicsit bonyolultabb szerelést okoz, de ugye ebbe is szerintem a Stihl az világbajnok lehet a 441-essel, tehát azt még nem mondta senki, hogy az hip-hop pikpak nagyon könnyedén tudta szerelni, tehát az egy balfasz tervezés, azt nyugodtan kimondhatjuk rá. Az én szememben az, tehát az én szememben egy balfasz tervezés, amikor ennyire eldugnak, meg túlbonyolítanak minden, mindig az egyszerű dolgok azok, amik valójában a való életben tényleg jól működnek. Na, ugye Lakics Ricsi barátom küldte ezt nekem, innen is köszönöm neki, és megtisztelő, hogy rám bíztad a kis ékszeredet. Ugye Laki Ricsi barátom már küldte nekem azt a kis komacsú gépét annak idején, mikor 40-es Husqvarnákat, tehát 40-es kategóriás gépeket küzdettem meg itt a Láncsóki arénában. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Ricsi. Ricsiről tudni kell azt, hogy tuning hajókat épít, tehát nem modelleket, hanem gazdag embereknek. Ha jól tudom, Volkswagen motorokat használnak, és ilyen, csak mondok valamit, a 85 lóerős Volkswagen motorból csinálnak ilyen 150 lóerős hajómotort. Ugye a hajót is ők építik teljes mértékben, a hajó testet, mindenit az utolsó szegig. Nyilvánvaló, hogy nem a
nem belpiacos a kereslet, viszont Ricsi így legalább látja az egész világot. Na, itt van még nálam a 236-os Husqvarna, ebben a videóban akkor legalább megtudhatjuk, hogy a Pico szettel, mert ugye felraktam rá a Pico szerelvényt, a Pico szettel milyen teljesítményt tud adni. Egyébként én a gépet próbáltam, és azt mondom, hogy így a gép az már teljes mértékben használható. Talán egy picit hosszúra ez a lemez, de azt mondom, hogy teljesen rendben lesz. Nem állnak neki én itthon tüzelőt aprítani vele, tehát félreértés ne essék, de rengeteg munkát el lehet vele végezni. Egyébként, amit el tudok mondani a gépről, hogy rendkívül stabilan jár, rendkívül megbízható, akármilyen hideg, második rántásra mindig pöffen, hogyha elindítottad, bemelegedett az alapjáratot, azt a világ végig, ami ki nem ürül a tank, addig tartja. Ahogy megy a fába, úgy megy, srácok, ez a gép ez ilyen, ezt így kell elfogadni. A gazdája már mondta, hogy nem ismeri ki számolni, mennyibe került. Egyébként vágószettet mindenképp kellett venni hozzá, tehát hogyha hagytuk volna a 325-öst, akkor azt kellett volna a gazdájának venni. Így akkor tulajdonképpen pluszba csak egy betétkerék, egy 380-as betétkerék volt az, ami pluszba kellett hozzá, és innentől kezdve akkor a gép, azt mondom, hogy használható. Na, hát nekem van egy ilyen 40 köbcentis kategóriában ugye ez a kis Meki. Hát ő neki az a helyzet, hogy karácsonyfát most nemrég ebben faragtam be, mert ugye az nálam elmaradhatatlan. Érzem, hogy a kompresszió az már gyenge a gépbe, de még mindig működik. Úgy vagyok ezzel a szegény kis géppel, ugye, hogy én ezt fiatal vállalkozóként vettem magamnak még annak idején a Praktikerben, 36 ezer forintért, és nagyon jó szolgált ez a gép engem. Nagyon jó, mert hogyha például tetőmunka van, olyan széles a gép, hogy általában a léckiosztásnál nem esik be, nyugodtan kettő közé lehet tenni. De nyugodtan azt elmondhatom, hogy soha nem hagyott cserbe. Mindig tényleg arra használtam, amire vettem, és mindig tette a dolgát, és ezzel a géppel én azt mondom, hogy 3-4 évig még a tüzelőmet is összevágtam, mert nem volt más gépem. Pontosabban volt még egy ugyanilyen pirosban, ami ikra Magatek volt, az adta meg magát előbb. Ezt is használták embereim, azt is használták embereim. Fiatal vállalkozóként volt 3-4 emberem mindig, és ugye könnyű szerkezetes épületeket csináltunk, és hol az egyik vitte, hol a másik vitte. Az arról kettőtét ette legalább egy, hogy mondjam, az első 5 évében tuti, és utána tértem át a Husqvarnának a közepes minőségi olajára, tehát nem a legolcsóbbra, a közepesre, és onnantól ez a gép azt kapott. A gépben még eredeti gyári dugattyú van, egyszer szibeningeztem a gépet, az üzemanyag ellátását már számtalan szó fel kellett újítanom, sokszor előregettek a csövek, volt, hogy el is törött, a szívófejek sokszor így eltömődnek, elporlattak, és tulajdonképpen más nem javítottam még a gépen. Hát a kuplung harang, ami kopó eszköz, az lecserélget veszem vagy kétszer, valamint a láncdekni, ugye ez is egy ilyen építipari balesetből az eltörött, majd vettem egy másik gépet, amin ez a láncdekni volt, és rátettem erre a gépre. Tehát egy bontásból eredő láncdekni van rajta, azért partner felirat van rajta, valójában a gép megkálok 436. Ez a 436 azt jelenti, hogy a 43 köbcenti tartományból a 6-os széria, ez az egyik legjobb szériája ezeknek a hobbi fűrészeknek. Ugye ez kimondottan kertápolási, hétvégi háznál ilyenre leárulták, ilyenre ajánlották, de nyugodtan elmondhatjuk, hogy pénzt is lehetett vele keresni, még nem is keveset. Mind a három gépnél csinálok egy hideg indítást, habár ma indítottam már mindegyik gépet, mert megtankoltam őket, és akkor indítottam mindegyiket. Indult mind a három gép elég könnyedén, talán az én kis Meki gépem az indult a legnehezebben, de ott már azt lehet mondani szerintem, hát 7 bar vagy az alatti a kompresszió, tehát necces, hogy egyáltalán működik, érdekes, hogy fordulaton viszont jól megy. Na, a 236-os meg pont ellentétesen, ha nem jó fogsz rá ugye a berántóra, akkor még oda is kapja az ujjadat, tehát a kompresszió
az jó benne, viszont hidegen a gép füstöl, ami nekem azt mondja, hogy azokat a felömlő takaró lemezeket cserélni kellett volna, mert valahol összejátszik így most a két mix, tehát ez a két mix, faszom tudja mi a, ez az X-Torque jellegű akármi, tehát én szerintem beleöblít benzint is, de hát a fene tudja. A 40-es 20 kornánál licsikém, neked azt vettem észre, megtöltöttem olajjal, meg benzinnel is, tehát hogy elég szépen hagyja maga alatt az olajat, tehát ereszti az olajat méghozzá nagyon. Már a betöltéskor, mikor megtöltöttem, akkor már a másik oldalon egy tenyérnyi olaj maradt, tehát hogyha a dekni oldalára fordítom pont töltéskor, akkor egy azében folyik is ki belőle az olaj, és nagyon taknyozza a kipufogót. Ez azt jelenti, hogy túl van etetve a gép, tehát tényleg túl van etetve a gép, így működik. Nem állítgatom én ezt a gépet, tehát ez nem azért került ide hozzám, hogy én ezt is szerelgessem, csak elmondom így róla a véleményemet. Tehát a gép az szerintem túl van etetve, ennek nem kéne így taknyolni a kipufogót. Úgyhogy én azt mondom, hogy vagy őnek is van egy kis falsolása, vagy nagyon el van kopva a dugattyúja, tehát nincs meg a dugattyú mérete. És ugye amikor sűrítene, akkor megy be benzin, tehát elégetlen benzin megy be a kipufogóba, nekem ez a véleményem. Mert ha átereszteni a tűzszelep, mert akkor is taknyolhatná a kipufogót, akkor nem indulna ilyen könnyen, akkor volnának indítási problémáink, de nincs indítási probléma. Na hát, srácok, többen kérdezték már megint tőlem, hogy csatlakoznának a Beta csapathoz, a csatorna, tehát hogy nézhessék azokat a videókat. Srácok, egyelőre addig nem indítom el, ameddig a hivatalosan véget nem vetünk ugye ennek a törvénysértő magatartásnak, amit az ellendrukker tábor tesz, tehát először is az legyen meg. Majd meglátjuk, hogy egyáltalán a hatóságok azok milyen szinten védik meg az embereket. Mindenféle platformon megtesszük, amit meg kell tenni. Nagyon szépen köszönöm azoknak, akik jelentkeztek. Néha azért mosolyognom kell, mert jelentkezik olyan is, akit látok ott a fanklubban, hogy aktív szereplő, de volt pofája ugye írni nekem, hogy ő kicsoda, micsoda. Általában ezek túl is pilázzák ezt az egészet, mert konkrétan ilyen ajánló levelet írnak magukról, tehát nagyon könnyű kiszúrni őket. De nincsen nekem más dolgom, csak a csatlakozókat megnézem a fanklubban, hogy kik vannak ott benn, megnézem, hogy te ki vagy, már is kijött az, hogy mit akarsz te itt. Tehát ha van ilyen vastag, tényleg van egy kis rászak, olyan vastag a pofányon a bőr, hogy én nem is tudom. Ugye most azért látszik ebbe is, hogy nem kaptam életembe ennyi bizniszelős, tehát bizniszre ennyi ajánlatot, tehát nem kaptam életembe ennyi fűrészcserés, vagy akármi, tehát semmit még, amennyit mostanában kaptam. Tehát dolgozik az ellentábor, tehát az bíróárpi csőbehúzása projekt az gőzerővel dübörög, és srácok, kössétek fel a gatyát, jó? Tehát nekem az egy nagy szerencsé, hogy mindig lenéztek, ugye? A fogatlant lenézitek. De egy fogatlan farkas még akkor is farkas, akkor se sült malac. Hidegindítás. Kezdjük akkor az ünnepeltel. Én ünneplem legalábbis, hogy hozzám került. Ricsi azt mondta, hogy lehet nálam, ameddig akarom. Ugye ennek a gazdája nem mondta, de ez azért kellett megvárni, mert ide rendelte hozzám ugye a láncot és a vezetőt. Azt lehet mondani, hogy most van olyan állapotban a gép, hogy hazaküldöm. Nem fog szeretni a gazdája, mert nyilvánvalóan egy jobb fűrészt vár tőlem, de ebből ezt lehetett összehozni. Szivató. Elsőre egy picit rövid a berántó zsinek. Én azt mondom, hogy érződik rajta, vagy szerintem egy kicsit kopott lehet a dugattyú, én majdnem biztos vagyok benne. Ez nem egy használati fűrész, tulajdonképpen működik, elindul, megy fel a polcra, szerintem a Ricsinél is, és ennyi a szerepe ennek a gépnek.
jó ránézni, egyébként jó, szép állapotban van. A kipufogóban van egy kis horpadás, amúgy tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon jó állapotban lett ez a gép megőrizve. Nézzük a 236-ost, amiben ugye új kuplungharangot tettem, de ez az Everest szépen csilingel egyébként, srácok. Tehát ezt komolyan mondom, hogy a leghidegebb, tehát akármennyit áll a gép, a leghidegebb formájában is nem volt még olyan, hogy másodikra ne indulna. Tehát jól indul a gép, jól tartja magát, stabil a gép, tud, amit tud, ezt így kell elfogadni, ez ilyen. Tulajának elmondtam volna, hogy nem csak harangot, de kuplungot is kell hozzá venni, ha az is szar, akkor szerintem szívinfarktust is kapott volna. Ez egy tipikus olyan fűrész, amit olyan mértékben rúgtak le erdőbe, mert ugye nem oda való, de ott használták, hogy ilyet megvenni, srácok, nem szabad, tényleg. Ilyen, ezt a típust úgy ajánlom, hogy úgy vedd meg, ha tudod, hogy a szomszédodé, hogy alig használta, vagy mit tudom én, ilyet, tehát semmiféle marketplace-ről, meg jófogás, meg ilyesmi felejtős rácok. Ezeket akkor adják el, mikor teljesen kinyírták. És általában teljesen kinyírják, nem picit, nagyon. Ilyen a kompressziós rácok. Tehát szinte nincsen kompresszió. Tehát szinte azonnal leszalad. És mégis megy. Ugye ő is primer pumpás amúgy, tehát valahogy lehet könnyíteni az indítást. Így gyenge kompresszió is nagyobb erőt képvisel, mind a 236-os. Ja. Nem sokára, srácok, valószínűleg egy videóba fel fogjuk újítani a gépet, és akkor meg fogjuk nézni, hogy néz ki egy 20 akárhány éves, 4-5 éves neki. Rossz olajjal, mert tényleg eleinte rossz olajat kapott, soha nem kapott jó olajat, rengeteg munka után milyen a belseje, meg fogjuk nézni. 10 éve kapott, szerintem akkor kapott szimeringet. Ja, 10 éve körülbelül. Na, látom, vágjunk fát, nézzük meg, hogy hogy mennek a gépek.
40-esen megszorult a lánc, tehát nem szórja az olajat, úgyhogy azt meg kell néznem, majd utána lehet folytatni a videót. A másik kettő szépen szórja az olajat. Na hát a helyzet következő, hogy valószínűleg a vezető nem rávaló, és a fékszalag is belefog a kuplungharangba, úgyhogy érdekes egy vágás lesz. Minden megcsinálom vele ezt a három vágást, és majd Ricsivel értekezünk, hogy nézzük-e át a gépet, vagy nem. A fékszalag az szerintem cserés, az tuti cserés. Sérült a fékszalag, és beleír a kuplungharangba. Na, nézzük! Érdekes, hogy emlékeimben úgy szerepel, hogy ez a gép ez jobban ment, de szerintem ennek jobban kéne tudni menni. Látszik a kipufogó, hogy jön a takony. Itt vannak gondok. Tehát ezt a gépet egyszer kompressziót meg kell mérni, majd egy nyomáspróbát kell rajta végrehajtani. Szerintem a karbival nem lehet gond, mert úgy szépen indult, tehát az üzemanyag ellátása az bőséges, azt lehet mondani. Azért jó volt vele vágni, srácok. Tehát ennyi idő után tényleg azt lehet mondani, hogy azóta ilyen gépet nem fogtam a kezembe. És még a mai napig is azt lehet mondani, hogy egy piszok kényelmes jó gép. Ha ezt a gépet tökéletesen rendbe tesszük, ez egy a mai napig a helyét megálló munkaeszköz. Na, ezzel úgy félre is teszem, nem fogom így kínozni tovább. Meg kell nézni, hogy az a furata láncvezetőn az odaesik-e, de szerintem nem odaesik. Azért nem, mert egyébként le van véve a láncvezető, nagyon szépen nyomja az olajat, így viszont nem. A fékszalaggal vannak problémák, akkor itt szerintem ott van itt tömítetlenség probléma is. Na, és az is lehet érezni, hogy a kompresszió az már nem az igazi. Ez körülbelül olyan a kompresszió, mint az én gépemben. Nézzük meg azt, vágjunk azzal. Annak ellenére, hogy tényleg a kompresszió az már halvány árnyék önmagának,
a gép az még mindig jól megy. Ezekről a gépekről annyit tudok elmondani, hogy saját használatra érdemes megvásárolni, felújítani, aránylag olcsón fel lehet őket újítani, piaci értékük viszont nem igazán van, ezért eladásra, amiket így újítottam fel, nyögvenyelősen tudtam őket mindig eladni, úgyhogy azért nem foglalkozok vele. Lehetne vásárolni 6-10 ezer forintért működésképtelen állapotot. Ezeket még akkor is megéri felújítani, hogyha hengerhibás, mert aránylag tényleg jó utána gyártott hengereket gyártanak hozzá. Teljesítménycsökkenést igazából nem vettem észre az után gyártott hengeresekkel, úgyhogy minden esetben azt mondom, hogy ez egy nem rossz választás. Az utolsó ilyen kis gépet egy partnert a tavaly ugyanekkor újítottam vagy adtam el, ugye a karácsonyfát tavaly azzal vágtam be. Nyögvenyelősen adtam el 20 ezer forintért, a gazdája mai napig azt a gépet szereti a legjobban, és tegyük hozzá, hogy az az ember vásárolt tőlem egy 0-26-ost is, azelőtt egy évvel. És azt mondta, hogy ha az árát nézi, hogy a 60 körül vette tőlem a 0-26-ot, 20-ért vette ezt, akkor lényegesen jobban járt ezzel a géppel, mai napig azt használja, tehát a partner használja, a 26-os még félre van dobva. Na, tehát piaci értéke igazából nincs, viszont használati értéke ezeknek a gépeknek szerintem igenis, hogy nagy és jó. És ha rendesen meg van csinálva, tehát hogyha jó a gép, akkor minden tekintetben kielégíti a tüzelődarabolást, otthoni tüzelődarabolást ez a gép 100%-ban. De mondom, eladni viszont szinte lehetetlen. 15 ezer forintért tudod eladni, annyiba lesz neked, mire felújítod. Akkor még nem érdemes vele foglalkozni. Na, 236-os. Hát ugye én róla szerintem elmondtam mindent, tehát én mindenkit óva intek a használt piaci gépektől, én nem vennék, az biztos, rohadt nagy a rizikó, és soha nem jössz ki olyan áron, hogy az érdemes legyen, tehát nem jössz ki azon az áron. Szerelők nem szeretik, pontosan ezért, mint a Stihlnél a 170-est, tehát hogyha lehet utálni gépet, az a 170-es meg ez. Pontosan azért, mert megcsinálod a hiba feltárást, elfoglalkozol vele nem tudom mennyit, majd utána meg fogják mondani 90%, vagy nem kérik a javítást. Olyankor szoktak elkerülni ezek a gépek igazi kóklerekhez, majd azok többet rontanak rajta, mint amennyi eleve baja volt neki. Itt majd biztos lesz, aki azt mondja, hogy én is ilyen vagyok, de elég kevés ember csinált volna ebből az ótvarból ilyet. Én azt mondom, hogy ezzel a vágószerkezettel használható a gép, lehet tőle elvenni üzemanyagot, mert igencsak füstöl, de ebbe belejátszik az is, hogy én szerintem a kopott felemlő lemezek miatt ez a kettő Mix vagy X-Torque rendszer összejátszhat egy picit, habár ő neki abszolút nem
trutyi is a kipufogója, tehát teljesen száraz a kipufogó, tehát nem mutatkozik az, hogy benzin menne a kipufogóba, a fene tudja. Nyilván lehet tőle elvenni, szerintem el is fogok, és akkor egy kicsit talán jobban is fog pörögni, mert ez a beállítás ugye a 325-ös lánccal volt, mert egész egyszerűen adni kellett neki anyagot, mert nem vitte azt. Ezzel a lánccal szerintem lehet tőle elvenni, hogy pörögjön jobban, akkor talán vágási teljesítménye is jobb lesz neki. Na, srácok, ez a kis videó ma ennyi volt, majd mindjárt csinálom, hogy látszódjon a három gép. Most nagyon meg lehetett figyelni, hogy a vékony orrú vezetők és a széles orrú vezetők között mi a különbség. A széles orrú a szúró vágást elég nehéz csinálni, anélkül, hogy ne ugrálna a gép. Hát ők az év búcsúztató gépek. Srácok, érezzétek jó magatokat, boldog új évet mindenkinek, és sziasztok!